1517. október 31-én Luther Márton a Wittenbergi templomra tűzte 95 tételét. Ez a dátum a reformáció kezdete. Azóta az evangélikus és katolikus egyház külön utakon jár. Napjainkban a két egyház az ökumené jegyében közeledik egymáshoz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy múlt héten Gyékenyesen Zala és Somogy megye evangélikus és katolikus lelkészei közös találkozóra gyűltek össze. Most 1999. október 31-én Augsburgban, Németországban aláírják a két egyháznak hivatalos képviselői az úgynevezett közös nyilatkozatot, ami megszünteti a megigazulás tanításával kapcsolatban azt az állapotot, ami 450 éve a két egyház között volt. Tudjuk, hogy egyházakat elválasztó tényező ez a tanítás. Ez teológiai szempontból ennek mekkora jelentősége van? Úgy szoktuk mondani, hogy egyház történeti jelentőségű, azért, mert egy 4,5 évszázados hallgatásnak, vagy ellenségeskedésnek vett véget, és most nem egyszerűen fegyverszünetről van szó, hanem valódi békekötésről. Úgy gondoljuk, hogy annak a nyilvánítása ez, hogy mi egy családnak a tagjai vagyunk, a két külön családtagként is, de összetartozunk. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Most magam is részt vettem ebben a folyamatban. 11 évig voltam tagja a Vatikán, a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség közös bizottságának. Ez egy 7-7 tagú bizottság volt, a kisebbségi európai egyházakat képviseltem. Mi a lényeges kérdésekkel foglalkoztunk a II. Vatikáni zsinat után, ami az egyházak között különbséget jelentett, és azt kerestük, ami összeköt bennünket. Úgy szoktuk mondani, hogy ez hídépítő szerep volt. Ez a 450 év, ez ellenségeskedéssel is meg volt fűszerezve. Mi váltotta ki mégis azt, hogy most a két egyház megbékél egymással? Egy konkrét ötlet, vagy pedig csak az idő váltotta ki? Nem az idő, azt szoktuk mondani, hogy az egyháznak nem kívül osztják az agendát, hanem belső szükségszerűség volt. Amikor mi visszaadtuk a mandátumunkat 84-be, akkor II. János Pál pápa is azt mondta, hogy két jellemzőt tud mondani erről a dialógusról. Az egyik az, hogy belső szükségszerűség, a másik az, hogy irreverzibilis, vagyis visszafordíthatatlan. Az első ilyen volt a különböző történelmi egyházak között, és a pápa által is a legsikeresebbnek, vagy legeredményesebbnek minősített dialógus, tehát párbeszéd volt ez. Ezek lépések egymás felé, annak tisztázására, hogy ugyanaz a hitünk, ugyanazt gondoljuk, esetleg bizonyos szavakon mást értünk, esetleg másként értelmezzük a hagyományt. Az evangélikus és a katolikus egyház közös nyilatkozatot fogadott el egy igen nagy jelentőségű teológiai témában, ez a megigazulás tanának közös értelmezése. Az én előadásom katolikus részről nem annyira magát ezt a nyilatkozatot igyekszik bemutatni, hanem megpróbálja föltárni ennek az egész problémának a hátterét. Mi vezetett oda a 16. században, hogy katolikusok és protestánsok, katolikusok és evangélikusok között a szakadás egyik alapvető problémája a megigazulás tana lett, hogy tudnélik, Isten csak a hit által, a hit erejéből teszi igazzá az embert, nyilvánítja igazzá, vagy pedig ehhez szükségesek a szeretet cselekedetei is. Hogyan látja a két egyháznak a közös jövőjét? A közös jövő abban nyilvánul meg, hogy ugyanazt a népet szolgáljuk, ugyanazokhoz az emberekhez szól a küldetésünk, ennek következtében együtt kell dolgoznunk. A megbékélt különbségeknek, angolul a reconciled diversity-nek a modelljét látjuk. Nem azt jelenti, hogy strukturálisan, hogy uniós formában itt egység lesz, hanem egy családnak különböző tagjai békességben tudnak élni egymással. A megyében 1993-ban a társulások közül elsőként alakult meg a Muramenti Nemzetiségi és Területfejlesztési Társulás. A szepetneki központú intézményhez Zalától délnyugatra 11 részben horvátok lakta, részben svábok leszármazottjaiból álló település tartozik.
A társulást a 11 önkormányzat és a Zala megyei közgyűlés alapvetően az itt élők életminőségének javítására hozta létre. A térség 139,3 négyzetkilométertől el fel. A társulás tevékenységi köre többek között a munkanélküliség kezelésére, a gyerekekkel, a fiatalokkal való foglalkozásra, a falusi turizmus, a közlekedés, az erdészet fejlesztésére, tréningek szervezésére terjed ki. Most pár percben a társulás munkájának egy-egy szeletét mutatjuk be önöknek. Elsőként egy ifjúsági kérdésekkel foglalkozó felnőttek részére szervezett tréninget, melyen cél volt, hogy a fiatalok egymás közti és a felnőttekkel szembeni konfliktusaikat kezelni tudják. Ön a Partners Hungary Alapítványtól jött ide Seményházára előadást tartani. Mi célból? Hadd javítsak, nem előadás, tréning, egészen más műfaj. A tréningben minden résztvevő részt vesz aktívan. A témája pedig a tréningnek konfliktuskezelés általában, illetve a konfliktuskezelésnek egy szűkebb szelete, mert mi csak kommunikációval foglalkozunk, hatékony kommunikációval, illetve tárgyalással, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ez valóban egy olyan módszer, ami úgy a felnőttek és úgy a gyerekek körébe is nagyon jól alkalmazható. Én például itt a társulásnál már 3 éve dolgozom gyerekcsoporttal. 3 nyári tábor van mögöttünk a Tanuljunk Demokráciát programsorozat keretében. Ezekkel a módszerekkel is ugyanúgy konfliktuskezeléssel, kommunikációval, gyakorlatokkal foglalkozunk, és az a tapasztalatom, hogy szeretik is a gyerekek, megértik és képesek alkalmazni. Ez a gyerekcsoport például már leültethető felnőttekkel vitatkozni, érdembe tárgyalni. Ön hogyan értékeli ezt a tréninget? A Szepetneki óvodából jöttem, és nagyon pozitívan értékelem, mivel a gyakorlati munkánkhoz nagy segítséget kapunk. Konfliktuskezelést tanulunk, gyerek-szülő közti konfliktust, pedagógus-pedagógus közti konfliktust, úgyhogy mindenképpen pozitívan értékelem, gyakorlati útmutatásokat adott. Egyelőre még nagyon-nagyon friss és új minden. Azt hiszem, hogy egy kis időnek el kell telnie, amíg az egész az ember beleülepedik, mert azért 2 nap alatt napi 7 órában elég töményen kapjuk itt az információkat, és mind az oktatást, mind a játékos anyagot. Azt hiszem, hogy számomra legalábbis egy kis időnek el kell telnie, hogy ez az egész leülepedjen, át tudjam gondolni. Én óvónő vagyok, az Eszterényei óvodából jöttem, hogy ezt hogyan fogom alkalmazni, azt hiszem, hogy ezt még majd csak a jövő fogja számomra megmondani. Ön a gyermekjóléti szolgálatnál van, ott hogyan lehet ezt kialakítani? Hát azt hiszem, hogy az életben konfliktussal összekerülünk majd. A gyermekjóléti szolgálat mindenképpen össze fog kerülni, hiszen eleve olyan problémás családokhoz kell kimennünk megoldani a problémáikat, amit bizony ilyen tréning nélkül nagyon nehéz, hiszen az életben nem tanulja meg az ember csak a saját tapasztalataink keresztül, hogy hogy álljak oda egy szülőhöz, hogy ő ne ellenséget lásson bennem, hanem a segítő szándékot érezze ki a szavaimból, és egy ilyen tréning ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Megpróbáljuk megtanulni a lehetőségeket a megoldáshoz. Szepetneken egy olyan idős hölgyet látogattunk meg, akinek már több mint 20 éve hobbija, szenvedélye a varrás és a hímzés. Ön már elég régóta nyugdíjban van. Van-e egy nyugdíjasnak szabad ideje? Hát nem sok. Ha valaki akar valamit csinálni, mindig talál munkát. De azért szabad idő is van. Azért jó, több szabad idő van, mint amíg hát az ember dolgozott. Már azért az itthoni munkát akkor is el kellett látni, meg még a munkahely. Most azért ez elosztódik. És mit tetszik csinálni a szabad időben? Hát a kertemben dolgozok, temetőben sokat kijárok, legalább minden héten 2-szer. És varni szoktam. A varrás az ilyen hobbi? Tehát nagyon szereted varni? Igen. Engem megnyugtat a varrás, hogyha akármilyen gondom van, egy pár öltést tudjak ötteni, akkor már úgy megnyugszok, hogy leköt valahogy. Szeretem csinálni. Kitől tanult meg varni? Hát édesanyámtól. Abban az időben még ugye a szülők otthon voltak. Aztán télen fonytunk, kötöttünk, vartunk, szőttünk, mindent meg kellett tanulni, mindent. Egyik a másik után jött.
abban az időben volt kézi munkaóra az iskolába. És ott minden héten osztam, ha jól tudom, kétszer vagy hogyan volt egy-egy óra. És akkor kötni köllőt, himezni köllőt, mindenféle ilyen öltéseket megtanulni. Az volt az alap. És utána meg otthon az édesanyámtól. A gyerekek nem nagyon szeretik azt, ami kötelező. Önök az iskolában a kézi munkázást hogyan vették? Hát az kötelező volt, osztályozták. Hát volt, aki nem szeretett, én nagyon szerettem például. Én meg az volt a baj, hogy mikor nem volt kézi munka, még akkor is a padba babát öltöztettem. Én nagyon jó tanuló voltam, mindig kitűnő tanuló voltam, de azért mindig megbüntettek, mert mindig babáztam. Fölöltöztettem, és akkor sétáltattam a padba. A tanítónéni észrevette, akkor csak kaptam egy körmöst, már akkor adtak körmöst, meg tányárást. Így volt. És a gyermekeit megtanította hímezni? Egy lányom van, de még egy gombot se tud becsületesen bevallni. Mert hiába mondtam neki, te úgyis igen szépen tudsz, mindig azt mondtam, meg mi most is azt mondja. Nem is, vesztűt a kezébe. Te úgyis igen szépen tudsz, csináld meg csak te. Most mit csináljak vele? És megkérik néha magát itt a faluban, hogy hímezzen ki ezt? Meg, hallja, az egész falu kisgyerekének én hímezzem a keresztülőinkit. Annyi keresztfiam van úgycsak, na. Egyszer menyasszony is volt. Hímezte a saját ruháját? Nem hímeztem már, akkor még nem volt divat. Ilyen fehér kötényt, az volt a koszorús lányoknak, minden az úgy volt akkor, hogy este mindenki a koszorús lány vagy rózsaszínű, vagy kék ruhát vett, és ilyen fehér hímzett kötény volt vacsora alatt. De a menyasszonynak nem, csak a koszorús lányoknak. És mostanában? Ha most már azért van. Én is voltam itt szepetnek, én is egy kis menyasszonyi ruhát. Többnek aztán nem is volt, mint annak az egynek. És a menyasszonyi ruhára mit kell varni? Hát arra ilyen lilium koszorú alakba volt, allukörbe. Loknisra volt megszabva a ruha, jó bőre, és ilyen lilium koszorúkkal volt körül belenyomva, és az volt kivarva. Nagyon szép volt. Meg itt elő a melléna is, itt is volt ilyen kis virágcsokorforma, ilyen kis virágcsendéletforma. Szép volt nagyon. Tanult valakitől valamilyen hímzési stílust? Igen. Itt jártam én itt Szepetnek én szakkörre. A munkahelyem meg én vezettem a szakkört, és itt volt buzsáki, volt kalotaszegi, volt erdélyírásos, volt palóc, akkor matyó, kalocsai, hát úri hímzés, akkor szűrhímzés, nagyon sok fajta. Általában minek különböznek ezek egymástól? Hát minek megvan a saját tájjellege. A kalocsai az élénk színek, és fehér alapon, élénk szín és fehér lukakkal. A matyó az meg inkább sötét alapon, és annak csak a 7 színe van, ott nem szabad más színt, az a 7 színt szabad csak betenni. Akkor az erdélyi dolgoknak meg mindnek az a vastag, nem az a perlécérna, hímzőcérna, hanem az a vastagon szövött cérna. De szépek azok is nagyon. Nehéz volt ezeket megtanulni? Hát volt, amelyik nehéz, nem mindegyik, de volt, amelyik nehéz. Igen. És amikor ezt tanította a szakkörben, akkor a fiatalok hogyan fogadták? Igen, örültek neki. Minden télen volt ott szakkör, minden télen. Azt a tavasszal mindig kiállítást csináltunk, olyan szép volt. Mindenki egyben menni, szebbet tudjon csinálni. És volt olyan fiatal, aki különösen fogékony volt erre? Persze, volt, igen. Akkor sikerült átadni a tudást. Igen. Hát én kézimunkáim az idén már nem vitték el, de előbb minden volt, úgyhogy tavasszal elvitték, és csak ősszel valamikor novemberben került vissza haza. Egyik helyre vitték a másikra, kiállításra. A férfi emberek közül sokan hódolnak a horgászat szenvedélyének. Mi nők már nem is kérdezzük őket, csak a kezükbe nyomjuk a botot és a hálót. Őket megnyugtatja, s talán minket is, hogy a házi munkák közepette nem lebzsel körülöttünk senki. Most mire vadászol? Most csukára éppen. Az előbb itt ugrott egy, azt próbálom meg kifogni. Gyakran jársz ide túra? Hát úgy, ahogy a szabadidőm engedi, minden két napban másnap ki tudok jönni. Ez egy ilyen szenvedélyféle nálad? Hát nálam eléggé. Mindennél majdnem előrébb való a horgászat. És sikerült már valami nagyobb halat fognod? Hát itt az idén egy 10 kilós amúrt. De úgy átlagban ilyen 4-5 kilósok, amik jöttek.
A kifogott halakkal mit csinálsz? Nagyon szeretem a halat. Elfogyasztom, a halászlét. Ilyen apró keszelyeket, ilyen paprikás lisztből süt fel. Meg úgy általában a család is nagyon szereti. Mi szépet találsz ebben a horgászatban? Gondolom, órákig kell figyelni. Hát igen, végül is nagyon nehezen jön a kapás. Hát meg végül is a természet. Ez az embernek egy ilyen megszállítja, mint a vadászoknak a vadászat, a horgászoknak a horgászat. Végül is nekem a horgászat, ami tetszik. Napokat, órákat el tudok ülni, akármilyen meleg van, akár esik, akárhogyan esik az eső, nem számít. Gyakran jár ide horgászni a tóra? Hát ha egy mód van rá, minden szabadidőmet itt töltöm, tudni, hogy itt van egy kis birtokom, és hogyha a munka engedi, akkor lejövök ide horgászni. Igazi kikapcsolódást és élményt jelent, mert ilyenkor el lehet felejteni mindent. Csak a halak, a víz, a nyugalom, a szél, ez mind jó. Az őszi munkákat már befejezték? Sajnos még nem. A korai szőlőnek a szüretelése már megtörtént, de van egy kis igazi direkt termő, Otello, ami majd október közepén érik, és akkor az még ad egy kis munkát. Milyen halakat szokott fogni? Hát idáig a legsikeresebb egy 3,5 kilós amur volt, aztán általában vegyes. Tehát keszek, kárász, ami legjobban jön. Sajnos pontyot még nem fogtam az idén. Talán nem vagyok jó horgász. Mennyi ideig tart kifogni egy halat? Hát bárcsak úgy lenne, hogy most mindjárt lenne egy kapás, meg tudnám mutatni. Ki lehet hajtani egy perc alatt, lehet fárasztani olyat, mint az amur is. Volt legalább negyed óra, mire sikerült megszákolni. Hát ez olyan. Egész nap itt kell lenni, az az igazi. Mennyire hat ösztönzőleg önre másnak a fogása? Megmondom őszintén, ha látom, akkor igen. De mind a horgász ember olyan, hogy mindig dicsekszik egy kicsikét, mondja, hogy hát tegnap itt fogtak, ott fogtak, de mindig akkor fognak, mikor én nem vagyok ott. De azért a tudatba piszkálja az embert, hogy hát de jó lenne nekem is fogni egy olyat legalább. Ezért van most az, hogy hallottam, hogy pontyot fogtak tegnap előtt a sziget környékén. Hát az egyik bot nekem is pontyozóra van szerelve, mert szeretnék egy pontyot fogni. Tehát hat egy picikét. Vannak-e olyan kijelölt területek, ahol bizonyos halfajták találhatók meg? Nincs. Hol olyan, benn van a vízbe, úszik, tehát bárhol megtalálható. Az, hogy hogyan lehet oda csalogatni, az egy más kérdés, hogy esetleg messzebbről, tehát nem azon a területen úszkáló halat. Jó, etetőanyag kell leginkább, és akkor talán sikerül. Vannak-e valamilyen horgászati praktikák? Mindenkinek van, minden egyes horgásznak külön-külön. Van, aki így köti fel a horgot, van, aki ilyen, mit tudom én, csalit használ, tehát azért mindenkinek van sajátja, nem csak olyan általános. De az én tapasztalatom az, hogy hát fogott már ember úgyis, aki idejött egyszer kukoricával, aztán fogott szép halat. Volt, aki itt ült, egész nap etetett, különböző legfinomabb csalikat kínálta fel, aztán mégse fogott. Tehát azért egy kis szerencse is kell. Nem csak tudás. A kertészkedés nem igazán mondható hobbinak, hiszen általában kényszerből végezzük. Enni ugyanis kell. Vannak azonban, akiknek ez nem jelent gondot, hiszen minden szabad idejüket a kertben töltik kedves növényeik között. Ön Bajcsán lakik, és a falukban mindig van valami teendő, de van-e önnek valami különleges foglalatossága? Hát a kertészkedés. Nagyon szeretek kertészkedni. A növények iránti szeretet. És hát a mindennapi konyhára valót megteremteni, ez az elsődleges. Aki szereti ezt csinálni, a szívből csinálja. Aztán egyéb dolgok vannak, ami a természet szeretete, a fák iránt, az erdő, ami itt a környéken, vagy csak környéken nagyon-nagyon szép, és nagy terület van ahhoz, hogy körbejárja az ember az egész terület, és megismerje ezt a környéket. A természet szeretete kisgyermekkorától önben él? Igen. Igen, valamikor régen nagyszüleim vittek magukkal a szőlőhegyre, az erdőbe, és ők tanítottak meg arra, hogy a természetet hogy kell becsülni, hogy kell tisztelni. Van valaki, akinek ezt továbbadhatja? Igen, az unokám, mert hát nekik kell megteremteni azt a környezetet, tisztaságot is. Az ő korosztályának kell
egy olyan légkört megteremteni, ahol majd ők szépen is nyugodtan fognak, nem koszosan fognak élni. Ugye, mint jellemző némelyik erdőszéleken a rengeteg, a mocsok, a piszok le van rakva, és ez sajnos nem. Valahogy én ezt nem szeretem, és nem fogadom el, és hát minden erőmmel azon leszek, hogy igyekszek ezzel tenni, összegyűjteni a falu gyerekeit, akik segíteni akarnak nekem is. Hát ezzel szeretnénk egy kicsit ezt a piszkot eltakarítani az erdőkből és a záróppartokról. A falu fiatalságát miért hívja még össze? Hát azt hiszem, a falu fiatalinak kell egy olyan személy, akikhez bizalommal fordulhatnak, bármiféle problémájuk van, és én szeretem a fiatalokat, ugyanúgy az idős embereket is nagyon. És a fiatalok ebbe a rohanó világból, hát mindenki egy kicsit depressziós, egy kicsit ideges, és valahogy nem tudnak kinyílni ezek a fiatalok, és hát igyekszek feléjük úgy lenni őszintén, és hogy bizalommal legyenek irántam, hogy ki tudjanak nyílni, mint egy virág, ami a gazba van, és akkor hát annak ki kell, hogy nyíljon, ki kell gyomlálni azt a gazt körülötte, hogy gyönyörű virága fejlődjön, mint általában egy csodaszép növény, vagy pedig egy gyönyörű virág. Hogy kezdődött, hogy összehívta a fiatalokat? Hát először nagy tábortüzet csináltam itt, ugye, Bajcsa focipályán, és meghívtam őket a tábortűzre, a fiatalokat, és akkor úgy ez minden évben megismétlődött, és hát a fiatalok így ismertek meg, aztán hát bizalommal vannak irántam. És azt hiszem, hogy nagyon sokat el tudok érni abból kifolyólag, hogy megkérem őket, hogy ha van valami olyan, ami a természet felé segíteni, akkor meg tudom őket mozgatni, ha Isten is úgy akarja. Erzsébet telepről Bajcsa felé indultunk el, hogy megkérdezzük Rozika nénit a régi népszokásokról. Milyen hagyományok vannak itt a faluban? Hát hagyományok vannak, ugye az a régi öltözék. Ez horvát ruha vagy magyar? Ez régi magyar ruha, úgyhogy horvátul van az a tükörsejem. Az nincs lerakva, hanem az a miénk, az ugye le van rakva, mint a harmonika úgy néz ki. A ruhákat is gyűjti? Igen, azokat is gyűjtöm, úgyhogy akár kitől kapok ajándékba a ruhát, én mindegyiket megbecsülöm. És mit kell csinálni ilyen évszázados ruhákkal? Hát ezeket ugye szellőztetni kell, és vigyázni rá, lerakni, nem megázni, mert ha egyszer megázik, akkor nehéz lerakni. Akkor kell fél nap, mire az ember lerakja. Volt itt egy Móricza nevezetű hagyományőrző egyesület. Mi történt vele? Hát ugye Mura keresztúron volt. Én egyedül jártam oda, meg egy-két fiatal járt oda szerepelni. Aztán ugye a Magdics Jánost az itt tanított Mura keresztúron, és ugye elhelyezték Nagy Kanizsára, és valahogy a polgármesterrel nem tudta kijönni, aztán ugye ő lemondott, és nem volt vezetőnk, így elszélett a banda. Ön nagyon sok felé járt, milyen műsort adott elő? Én énekelni szoktam legtöbbször, és üvegtánccal. Ugye a lányok meg a legények sok táncot tudtak, sőt, 6-8-at is tudtak. Akkor ugye én mindig közben, még ők átvetkőztek, meg egy kicsit pihentek, addig mindig én énekeltem. De Magyarországon ugye, ha voltunk Egerszegen, vagy Söjtörön szerepelni, ott magyarul is énekeltem, de Horvátországban legtöbbet mindig horvátul énekeltem. Szeret énekelni? Én nagyon szeretek énekelni, még fiatalabb voltam, meg ha hegyen is vagyok. Ha ugye odaér az ember, egy kicsit jól reggelizik, akkor már 11 óra felé egy kis pohár borocska is lemegy, akkor már én délfelé nekem van kedvem nótázni. Ugye egyedül dolgozom a szőlőt. De milyen is spekulnának, mi lesz, ha meghalok, vagy mi lesz, ha háború lesz? Akkor csak elkezdek énekelni. A másik partról kiabálnak, Rozika, most meg azt, Rozika, most meg azt. Hát persze, nyilván, hogy megteszem nekik a kártyüket, hogy azt éneklem, amit ők mondanak. Azért is hívtak engem szüreti bálba, mert ugye én szeretek hújogatni is. Lakodalomban is mindenféle viccet kiabálok, aztán hújogatok utána. És a fiatalok tanulnak öntől éneket?
Sőt, tanultak most valami négyet, leírtam, ilyen fityaházi nótákat leírtam a fiataloknak, azt meg is tanulták, mire születi fölvonulás volt. Ugye fityaházán végig menni nem merek, fityaházi kertek alatt, meg ezek a fityaházi nóták, ezek az Fekete Sindes, a fityaházi bíróháza. Ezt mind leírtam nekik, meg nem fogok én fityaházán asszony lenni. Ezeket mind énekeltük egész végig a falun. Énekelne valamit a kedvünkért? Természetesen, hogy énekelek. Nem fogok én fityaházán asszony lenni, nem fogok a karjait közt megpihenni. Elraboltad a szívemnek a nyugalmát, megsiratod a két szemem ragyogását. Gyógyítgatom a szívemet, hogy ne fájjon. Leszek én még boldog ezen a világon, kapok én még valakitől páros csókot, ne gondold, hogy te adtad a legutolsó. Kapok én még valakitől páros csókot, ne gondold, hogy te adtad a legutolsó. Veszelő, veszelő, számodecske, veszelő, nagy szedék leplocsájó. Veszelő, veszelő, számodecske, veszelő, nagy szedék leplocsájó. Nagy szeszámo, onadek leplocsájó. Kolya ovozimov, zámos nedájó. Veszelő, veszelő, számodecske, veszelő, nagy szedék leplocsájó. A sok munka közepette, hogy jut ideje ezzel foglalkozni? Hát győztem foglalkozni, megmondom őszintén, ha az ember pajtába takarít, ha ólat takarít, vagy akármit, én mindig dúdolok, mindig énekelek. Sőt, még biciklivel hazafelé, ha jövök a hegyről, még akkor is elkezdek énekelni. Még mikor hegyen van Misa, még a falun végig is szoktam énekelni. Akkor tudják, hogy a Rozika néni megy arra felé. Igen, tudják. Mondtam az barátnőmnek, az Erzsinek, Erzsi, most te mész állni, és mindenkinek köszönsz, én végig énekelek a falun. Úgy is volt. És melyiket szereti jobban énekelni, ezeket a vígnótákat, vagy szenténekeket? A szenténekeket is szeretem, meg ezeket a sőt, még hallgatókat is szeretek énekelni. Ilyen csendesének búcsút int az ősz a nyárnak, dér csókol meg minden rózsa ágat. Kihaltak a messze tájak, fecskék útján sötét varjak szállnak. Hova lett a virág illat, tarka mező zengő madár ének. Mindent vihar tépet, az életünk sárgult falevéllet. Nyomában a téli ködnek, simogató enyhe szellők jönnek. A napsugár játszik könnyen, melengeti a megdermedt földet. Sárgult levél elkorhat már, faágakon apró rügyek ülnek, utánunk is újak jönnek, örök sorsa ez az életünknek. Még én is szívesen hallgatnám tovább Rozika néni énekét, de munkánk Liszóba vezérelt bennünket, ahol a szebbnél szebb faragásokat készítő Boruzs Lajossal ismerkedhetünk meg. Mikor kezdett el faragásokat készíteni? Komolyabb faragásokat felnőtt koromban készítettem, kb. 25-30 éves lehettem. Mi indított el? Hát elsősorban indított el bennem ezt a faragást. Erdélyi körutazáson vettem részt, megnéztem az őseimnek a lakhelyét, és több szép dolgot láttam, és ez invitálta arra, hogy én is tehát megpróbálkozom a faragással. Kitől sajátított el? Az elsajátítás az autodidakta módon történt többnyire. Nagyon kevés faragóval vettem részt táborokba, és amint hátam mögött is látszik ez az utolsó munkám, tehát egy székely stílusban magyar népművészetnek különböző motivumjait faragom rá termékeimre. Milyen munkákat készít?
milyen munkákat, elsősorban tehát hétköznapi használatos munkákat, gondolok én például ebédlő garnitúrára, étkezni garnitúrára, székekre, és többek között tehát székelykapu, és a mögöttem látható házi kápolna. Kinek készíti őket? Hát általában azoknak készítik, akik megrendelik ezeket a munkákat, vagy azoknak, akik szeretik ezeket, ezt a fajta munkát. Milyen fafajta alkalmas faragásra? Hát többféle fafajta alkalmas faragásra, elsősorban az apró faragásra, tehát a puha fák alkalmasak. Itt gondolok a házfára, a diófára. Nagyobb motivumoknak a faragására pedig általában töltfát használunk, ami időállóbb is, és kint van, tehát ki van téve az időjárás viszontagságainak. Miből áll egy ilyen munka? Hát egy ilyen munka sok mindenből áll, elsősorban tehát anyagbeszerzés, anyagnak az előkészítés, ami áll fűrészelésből, szárításból, utána a megtervezés, majd végén tehát a faragásból áll. Mennyi időt vesz el az életéből? Hát az életemből elég sok időt elvesz az utóbbi időben. Inkább mondanám azt, hogy naponta körülbelül 2-3 órát így átlagosan elvesz. Családjához hogy viszonyult? Hát a közvetlen családom nagyon szereti, hogy ilyen munkákkal foglalkozom, és szeretik is ezeket a fajta munkákat. Mások pedig úgy vettem észre, hogy szívesen fogadják tehát az újat ezen a vidéken. Gondoltam már arra, hogy ebből éljen meg. Meg lehet ebből élni? Meg lehetne élni abban az esetben, hogyha fizetőképesebb kereslet mutatkozna a termékeimre, de sajnos jelen pillanatban nem lehet konkrétan megélni. Hát csak hobbiként lehet űzni. Ki lenne az, akinek továbbadná faragás művészetét? Hát elsősorban gondolok az unokámra, aki jelen pillanatban 4,5 éves, de ahol tanítok a Piarista Általános Iskolában, Nagykanizsán, van egy faragó csoport, akiknek át szeretném adni a munkámat, tehát vagyis a tudást.